Hol volt egyszer, hol nem? Egy rég elfeledett filmben, és egy még régebbi könyvben. Zajlott egy tárgyalás, ahol nem más, mint Miskó volt a hibás. Pedig mondhatta volna, hogy csinálta más. Viszont az igazság, hogy házában meghalt egy uraság. Villányi fia volt az Artus, akiből már kihalt a Virtus. Miskó tette? Ki tudja? Ehhez vissza kell mennünk a múltba. És amíg a csokornyakkendő mesélget, elhúzzák előttünk az üvegeket. Miskó, mikor fiatal volt és szerény, apja az erdész, meghalt szegény. Viszont így megüresedett a posztja, az öreg villányi pedig őtett beossza. Az uraság olyan gazdag, hogy nála borszóróval megy a sakmat. Miskó beköltözik az erdészházba nagyhévvel, Hankával a nejével. Amíg őként dolgozik az erdőben két kézzel, jön a nőhöz két úriember kitűnő ízléssel. Valent, Konopka, Artus rá van izgulva a nőre, kinek a kancsója is kiszáradt tőle. Később nagy vadászat készülődik, a férfiak fegyverüket fényesítik. Misót becsicskítja a villányi, majd elküldi vadászni. Továbbra is fantáziált Miskó asszonyával, így elment hozzá, hogy elcsábítsa a domináns felállásával. Próbálta bekergetni a macit a málnásba, de megelőzte ezt egy kés a mellkasába. Mikor Miskó hazatért, látta a csatatért, és magára vállalta a büntényt. Hanka ezzel a spirituális útra indult, szüleihez, ahol anyja megmurdult, apja pedig felindult, ő pedig megbolondult. Ezután visszatérünk a tárgyalásra, ahol Hanka készült énekes pályafutásra. Nyolc liter után már nehéz a járás, a csizmám szárad, szárad a hányás, de jó ez a katarka az angyalát, letépem a babámról a pongyolát. Egy liter ide, egy liter oda, a józan vagyok, az maga a csoda. Egy liter ide, egy liter oda, isznókodjunk, gyere velem, koma. Egy liter ide, egy liter oda, a józan vagyok, az maga a csoda. Bevallotta a gyilkosságát, majd felmérte a föld puhaságát. A bírók lelkét rendesen megrengették, így végül mindkettejüket elengedték. Erről szólt hát a mű, a gyilkosság legális, hogyha önvédelmű.